A szakszeret ereje a tagok erején múlik. A tagok pedig, ha akarnak, azért tudnak erősek lenni. Erre jó példa volt októberben a gyékényesi fellépés, ahol többen mondták azt, hogy ebből elég volt abból, hogy ha úgy tetszik, nem vették akkor őket emberszámba, és olyan körülmények közt akarták őket munkavégzésre kényszeríteni, ami minősíthetetlen. A munkát, az utasítást megtagadták, érdekes módon a körülményeket hip-hop elrendezték, emberévé tették, és senkinek semmi bántódása nem lett. Hát hasonló kiállást várunk, ha kell, akkor nagyban is, mindenkitől, magunktól is. A vastas társadalom és a tagjainkat egységesen kiállnak egy közös többszörös mentén. A béreik, a munkaidejük és a jogaik mellett, akkor még a korlátos sztrájknak is hirdetlen nagy súlya van, politikai súlya. Hiszen azt tükröződik a mindenkori hatalom felé, hogy van egy közösség, aki képes együtt mozdulni. Az, hogy ez a mozgás mi terjedelmű, az pedig jobb nem kipróbálni. Figyelni kell arra, hogy a vastas társadalom ne legyen megosztható, akár egy adott munkahelyen sem. Örülni kell a mások sikereinek, más szakágok sikereinek, más csoportokban elért eredményeknek. Arra építkeznünk, azt alapul kell tekinteni, és nem pedig az irigység tárgyául. Ez nagyon fontos. Így aztán nem fog azért ferde szemmel nézni azokra, akiknél esetleg úgy tűnik, hogy pillanatnyi előnyökre tettek szert, azt vegyétek tudomásul, hogy ezek az előnyök, ami a javukat szolgálja, a mások érdekeit is hosszabb távon szolgálni fogja. Hiszen mondjuk most a budapesti igazgatóság területén meghonosodott 10%-os műszakpótlék kiterjesztésre kerül, és nem csak a MÁV ZRT tekintetében, hanem még a MÁV Startnál is azért lenne helye, akkor úgy gondolom, hogy nem volt szégyen fölvállalni az úttörő szerepet. Most már ott tart ez az ügy is például, hogy a telti igazgatóságoknál már fölállítottak egy rangsort azon állomások vonatkozásában, ahol a munkáltató szerint is kívánatos lenne a 10%-os műszakpótlék alkalmazása. Hangsúlyozom, ez a bérfejlesztésen túlmenő intézkedés, nem pedig helyettesítő. Pár nap és az év vége eljön, úgy, hogy nincs bérmegállapodás. Ez ugye nem szokatlan az utóbbi években, de azért reméltem, hogy az évet már egy más állapotba tudjuk zárni, jövővel kevesebbet kell majd ötrödni. Nem így történt. Bérmegállapodás ugyan nincs, de volt egy félhavi keresett kifizetés, amelyet megelőzően elég sokat tárgyaltunk ebből az ügyben a munkáltatóval és a tulajdonossal is. Végül is a munkáltató együttő intézkedésére azért került sor, mert szerettük volna összevonni az ezévi kifizetést a jövő bérfejlesztéssel, ez különböző okok miatt, mint mindenki tapasztalata, nem sikerült. Így a munkáltató egyoldalúan lépett, igaz, velünk egyeztetett a mértékről, az nem volt meglepő, a móddal nem voltunk elégedettek ennek, ugye hangot is adtunk, oly módon, hogy kollektív munkaügyi vitát kezdeményeztünk, annak az első fordulója megtörtént, és hát január 5-én fogjuk a tárgyalásokat ismét elkezdeni, a jövő bérekről és az egyéb megfogalmazott követeléseinkről. Hogy a béren kívül mik ezek? Egy lényeges eleme van, az, hogy szeretnénk újra megkötni a középtávú megállapodást, amely évek óta halódik, hiszen 2004-ben kifutott, és azóta a vasút nem tartotta fontosnak, hogy a szakszervezetekkel a munkáltatás középtávú terveiről
megbeszélést folytasson, és egyáltalán valami stratégiát közösen kialakítsunk. Ez miért lényeges a vasutasoknak ez a középtávú megállapodás? A középtávú megállapodás sajnos egyre fontosabb és lényeges körülmény, úgy ítéljük meg, úgy ítélem meg, hiszen egy hatalmas békjót cipelünk immáron 3 éve. Az, hogy amit az ezred fordulón fokozatosan elértünk, nevezetesen a munkaidő jelentős mértékben tudtuk csökkenteni, azt 2012-ben egy tolvonással elveszítettük, annak az eredményét. Ezt mind a mai napig nem tudtuk pótolni, se időbe, se bérbe. Mind a kettő fájó, nehezen viselhető körülmény. Megnövekedett a munkáján töltött idő, a munkával töltött idő, és egyébként is megnövekedett az idő, hiszen a munkaidő szünet a kétszerléti munkakört kivéve nem része a munkaidőnek. És ezért a vasutas az égete világon semmi kárpótlást nem kapott. Ja, arra nem is szól, vagy meg se kérdezték, hogy akarja ezt a változást. Számára igen kedvezetlen a változás, nyilván azért nem is kérdezték meg. Egészen példátlan, hogy ezt viselni kell úgy, hogy semmifajta ellentételezés ezzel kapcsolatosan a vasutas nem érez. Nem is kapott, azért nem is érzi. Az elkövetkezendő hónapoknak nagy feladata lesz, hogy a törvény lehetőségeit alkalmazva a vasútnál legalább adott munkakörökben újra el tudjuk azt érni, hogy csökkent munkaidőben foglalkoztassák a ott alkalmazottakat. Erre azért is szükség van, és itt kapcsolódik is a 4 éves megállapodáshoz, tervezett megállapodáshoz, hiszen a nyugdíjkorhatár emelésével, a korkedvezményes nyugdíj megszűnésével egyre fontosabbá válik az, hogy a munkaképességét a vasutas is minél tovább őrizze, egészségben válhassa a nyugdíját, és az hosszú távon, hosszú időn keresztül is élvezhesse. A 4 éves megállapodás szólna arról is, hogy nem csak a munkaidővel állunk szerencsétlen kapcsolatban, hanem bizony a bérek vonatkozásában is veszteséget kellett elkönyvelnünk, hiszen 2012 óta folyamatosan vesztjük azt az előnyt, ami korábban megvolt az átlag jövedelmek tekintetében, és ebben az évben már a nemzetgazdaság alá süllyedt a vasutasok átlagkeresete. Ezt szeretnénk visszapótolni, ezt a relatív veszteséget, és ezért is van egy olyan elvárásunk, hogy fokozatosan ismét a vasutas rájövedelmek, a nemzetgazdaság rájövedelmeket meghaladják a már korábbi években megszokott 2-3%-os mértékkel. Erre már a jövő évben is van követelésünk, jövő évre vonatkozóan, miszerint is egy differenciált 2,7% mértékű bérfejlesztést az alnyugói áron túl gondolunk a vasutasaink számára. Nyilván megfelelő munkakörökben, az még a tárgyalások eredményétől függ, hogy melyek lesznek ezek nevesítve. Úgyhogy van bőven feladat. A kollektív szerződések rendben vannak, stabilan működnek, nyilvánvalóan apró módosításokra folyamatosan sort kerítünk, de összességében a feladatokat jól betöltik. A munkatörvénykönyv változásokra mostanában nem igen kell számolni, hiszen azok a módosítási indítványok, amelyek ősszel úgy tűnt, hogy a parlament elé kerülnek, visszavonásra kerültek, talán majd tavasszal, vagy akár az őszülésszakon, jövő őszülésszakon kerülnek ismét benyújtásra. Ahogy a munkatörvénykönyv módosítása csúszik, halódik, úgy a sztrájkról szóló törvény módosítása sem
érintett meg senkit. Egyelőre a kormány óckodik attól, hogy a parlament elé bármifajta módosító indítványt a sztrájk törvénye kapcsolatosan beterjeszteni, esetleg azt szeretné megtenni, a sztrájk szót törli a jogfogalom tárából. Nem megfeledkezve a közelgő új évről, minden tagunknak kívánok boldog, eredményes esztendőt!